Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 15-éig. Remélem jól vagytok, amit kívánok nektek. Én kicsit meg vagyok fázva, valószínű ez hallható is. És megtekintjük azt, hogy mi várható, például a hétfői napon, az itt látható, hiszen a hold uralkodik hétfőn. És egy kártya kiesett, ez eltávolodik, még egy kártya kiesett, ez is eltávolodik. Hétfői napon lesz egy új kezdet. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy itt indul egy új periódus. Viszont látható, hogy azért még vannak nehézségek, hiszen sok mindent kell cipelni. Tehát figyelj oda arra, hogy meglegyen az erőd ahhoz, hogy indíts valamit. Itt ez a kártya kiesett a csomagból, tehát eltávolodik, és mi az, ami eltávolodik a következő héten? Itt látható egy fiatal férfi kezében van ez az arany érem. Az lehet, hogy pénzt akart eddig tőled, de ez a kapcsolat lezárul, hiszen ez a fiatal férfi eltávolodik. Mivel ez az arany érem jelenti az anyagiakat és a munkahelyet, lehet az is, hogy valaki felmond, vagy felmondanak neki a munkahelyen, tehát eltávolodik. Itt látható ez az uralkodó, volt valaki az életedben, aki megpróbált uralkodni feletted. Ez a személy, ez lehet a munkahelyen, a főnök például, vagy a főnöknő, de lehet valaki a családban, a közeledben, ami eddig zavart téged, hogy miért próbál uralkodni feletted, miért parancsolgat neked, ez a személy eltávolodik, hiszen ez a kártya kiesett a kártyacsomagból, tehát nincs benne. Akkor ezt most így elmagyaráztuk. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Kedden van egy Lilith energia. Ez a Lilith energia aktiválja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Ez a Lilith energia akkor érezhető, amikor a hold a pályáján eléri azt a pontot, ami a legmesszebb van a Földünktől, vagy eléri azt a pontot, ami közelebb van a Földünkhöz. Ezúttal, tehát kedden, ezen a napon a hold azt a pontot éri el, ami a legtávolabb a Földünktől. Itt megvannak az érzelmek, a vágyak, az álmok, az elképzelések, de mivel messze van, úgy tűnik nekünk ezen a napon, hogy ez az álom nem tud megvalósulni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk a terveinket. Az is lehet, hogy valaki befolyásol bennünket, és azt mondja, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Ezen a napon fontos a hit, a bizalom,
ezt kellene erősíteni. És mit mutat a kártya? Itt látható a múlt, az igazságtalanság, az egyiknek mindene megvan, a másik kap belőle valamit, a harmadik nem kap semmit. Tehát ez, ami zavar majd ketten bennünket, hogy mennyi igazságtalanság élt a múltban, és ezt szeretnénk valahogy kiegyensúlyozni. Tehát kell a belső nyugalom, elgondolkozni azon, hogy mi történt a múltban, miért volt ez az igazságtalanság, vagy ki bánt így velünk. Szerda, az itt látható, Merkur bolygó uralkodik Szerda felett. Ezen a napon Plútó bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad. Az indiai számítás szerint ez a bak jegyében történik. A bak jegye az jelenti a célokat, ami elérhető. És Plútó bolygó jelenti a belső erőt, ezt a hitet. Ezt kellene újra erősíteni, hogy elérhetőek a célok. Mi várható a szerdai napon? Van egy kis húzavona jelenleg. Nehéz döntéseket hozni, nem látható, hogyan tovább. Úgy fogva érezzük magunkat. De Plútó azt közli, hogy figyelj befele, hallgass a belső hangodra, erősítsd az akaratodat. Itt lesz egy kiút, fel fogsz szabadulni ezektől a nehézségektől, az igazságtalanságtól, vagy mindabból kilépsz, ami eddig fogva tartott téged. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Ha kilépsz ebből a nehéz helyzetből, vagy átteszed magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, akkor a csütörtöki napon már itt van ez az élet öröm. Sőt, mások is keresik veled a kapcsolatot, vagy lesz egy ünnepség, egy meghívás. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt látható a sors kereke, és a sors kereke az mozog abba az irányba, ahova te tekintesz, hiszen irányítani tudod te is a sors kerekét. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, de még visszatérve a sors kerekére, mi várható pénteken, lesz egy sors döntő fordulat, fontos események, találkozások, döntések. Visszatérve szombatra, itt látható Szaturnusz bolygó. Szombaton új hold van. Ezen az estén majd tartok egy szertartás, amire e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Előtte majd készítek egy videót erről. Az indiai számítás szerint ez a szűz jegyében van, a téma a gyógyító erő, azon kívül rendezni a dolgokat magunk körül, jelenthet fontos döntéseket is. És mi várható még szombaton? Mit mutat a kártya? Itt a kelyhek láthatóak, és a kelyhek jelentik az érzelmeket.
valaki közeledik hozzád érzelmekkel, de nem veszed észre. Ez a fiatal férfi utal a tartásodra, tehát zárkózott vagy. Az is lehet, hogy te nyújtod át ezt az arany kelyhet valakinek, de ez a személy nem veszi észre, másfele figyel, nem fogadja el, hiszen zárkózott. Vasárnap itt középen látható, és a vasárnap felett a nap uralkodik. Ezen a napon, tehát vasárnap, a hold eléri két út, a lefele mozgó kármikus csomót. És két út az jelenti a múltad, az emlékeket és az érzelmeket is. Tehát lesznek kármikus témák szombaton, emlékek a múltból. Itt látható a könnyek mezeje, tehát a szomorúság, és ez lehet ez az emlék a múltból, de ahogy a kép mutatja, te ezt lezárod, elbúcsúzol ettől a szomorúságtól, elbúcsúzol a könnyektől, lezárod a múltat, lezárod ezeket a szomorú emlékeket, és lesz egy új irány, egy kiút ebből a helyzetből. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!